Sziasztok, ez itt a Böges Atuan, én Balázs vagyok, és folytatjuk a Europa Universalis 4 Let's Play sorozatot, ahol legutóbb abba hagytuk, és nem tudom, ki kellett volna évekre szóval kapcsolni az erődöket, ezt sajnos nem tettem meg. Hol is mi? Wroclaw will be no longer the seat of a cardinal. Oh no! Anyway. Nem, hát korrupciót kérek érte cserébe, és akkor az nagyon gyorsan le is kattog nálam a korrupció. Szóval tökre megéri. Az előző részben sikült egy küldetés. Most azon gondolkozom, hogy... Hogy nem? Mi az, hogy invested paper influence at least 100? És mennyi van most nekem? Csomó pénzt beleöltem az új pápába. Hol vagyok? Ott vagyok. 50. Goddammit. 60. 70. Ahelyett, hogy növelném belőle a fucking stabilitásomat. Ne! Ilyen hülyeségekre költöm. 100-ra nem tudom felvéni, egyszer nem vagyunk ott. Sajnos, és mindössze 14% az esetleg nyelvő a következő kontroller. Szóval, jó ez a mechanika, nagyon szeretem. General Bank troll-e meghalt Stolpnál. Akkor hozzunk egy új tábornokot. És amúgy gyakorlatozhattok, mert nektek nem kell lázadókkal foglalkozni, majd itt a srácnak kell, Skonska Arménnek. De a többiek azok jól vannak ott, ahol vannak. És akkor ugye mondtam azt, hogy a klérustól vissza kéne venni, vagy nem is a klérustól, hanem úgy minden rendtől vissza kéne venni a privilégiumokat. Viszont csak azért kell ez, hogy felmessen a legmagasabb szintre az abszolutizmus. Most 100-on van, most ez az előbb 99 volt, és nem tudom, hogy fel tud-e menni 100 fölé. Szerintem fel tud. Igazából csak össze kéne ezeket adni. 65, 70, 75, 85, 90, 105, 115, 120, és abból 20. Tehát elvileg most pont 100-on kell lennie, és pont 100-on is van. Feljebb is tud menni. És miért jó? Erről nem beszéltünk, hogy miért jó az abszolutizmus. Azért fantasztikus dolog, mert a disziplinát például, ugye egy 20-szal osztva, tehát az azt jelenti, hogy a 100-nál 5 disziplína lesz, hogyha felvisszük 100-ra. Ad administration efficiency-t, tehát hogy olcsóbban magvasítunk, és a foreign card duration-t, ami abszolút haszontalan. De csak ez a kettő, ez nagyon megéri az abszolutizmus. Csak ezért a kettő dolog miatt is megér, és nyilván nem életem a paper... Várj, életem a paper controller? Életem a paper controller, juhú! Here we fucking go! Akkor viszont teljesíteni szeretném ezt a küldetést, úgyhogy megkötöm a szövetséget a pápával. Szerencsére ő neki ez ilyen alapvető, hogy persze megköthetjük, és ilyenkor választhatunk egy bullát. Mit szeretnék? Apostolicae servitutis, ez Curia Power Cosmos 50%. Hát azok ezek, nem? Ezek a Curia Costok, ha jól tudom. Ami nem lenne rossz. De Grácia Rexi, abszolutizmus, és Regiment Drill Loss, és Unrest csökkentés. Ilius Quisse Pro Divini, Crusade-et engedélyezi, Aggressive Expansion Impact minusz 10. Ugye nagyon nagy kérdés, hogy meddig fog élni a pápa. Hogy vajon ezt ki tudjuk-e használni. Institution az totál nem kell, Liberus Ecclesia totál nem lehet, mert nem vagyunk császárok is. És végül development csökkentés és az eretnekeknek az elfogadása. Igazából ebből jól hangzik az Aggressor Expansion Impact és a... és az Apostolicae Servitutis is. Legyen ez. És akkor Curia Power Cost lecsökkent, ami azt jelenti, hogy vehetek egy stabilitást 50 paper influence-ért. Az érdekel engem, hogy akkor most még gyorsan megkötöm a békét, és akkor, vagy megkötöm a szövetséget, és akkor elvileg jók vagyunk, igaz? Megkötöm a szövetséget, nagyszerű, és kész a küldetés. Ez nekem ad 100 pápai befolyást, plusz egy pápai befolyás 50 éven át, és klérus equilibrium, illetve csökkenti az infantry, vagy növel az infantry combatability-jét a pápának. Kiváló, kit érdekel. Következő.
Én legyek a hit védelmezője, és a totál army size legyen a 80%-a a force limitemnek. Ami azt jelenti, hogy 150 volt a force limitem, annak a 10%-a 15, annak a 20%-a 30, 156-ból 30, az 126. Nem tűnik teljesíthetetlennek ez a kérés. Sokkal izgalmasabb kérés a másik. 126 kell, igaz? Jól számoltam. Akkor növelni kell, hát amúgy kb. 15-tel, növeljük 20-tel, tehát építünk egy 20.000-es sereget. Nem is így, hanem így. 20.000-es sereg az úgy legyen, hogy 12, 4, 6. Hát, inkább így. 13, 11, 3, 8, és az ilyen future proof is. Az lesz a neve, hogy pápai küldetéses sereghez itt. A serege, az milyen serege? Csak sereg. Úgy. És ezt én meg is építem ide. Nyilván a világ összes pénz ráment, de nagyon jó lesz. És akkor teljesül az a küldetés is, a következő az... Ja, és akkor én nekem kell legyek a védelmező a hitnek, de jó. Nem tudok, mert nincsen 500 forintom. És mert régens vagyok. God damn it! Köszönöm, hogy egy darabig nem is fogom tudni megcsinálni. Kell még más is hozzá? Tehát mondjuk fenn kell tartanom ezt a szövetséget a pápával? Vagy ha nem most vett provinciát? Vagy térképet, vagy mit? Nagyon érdekli őket, hogy mi zú. Tehát mi kell még ez a küldetéshez? Region is Catholic, manpower is 60, heavy religious unit is 90. Kiváló. Nagyon örülök neki. Ez automatikusan sikerülni fog, és ez pedig az kell, hogy a different order of the faith az felmenjen 5-ös tírre, ami most jelenleg 4-es tíren van. Mit ad most a Defender of the Faith? Talán ki sem írja amúgy. Oh, combat sighted. Nyilván, még jó, hogy nem vettem stabilitást. Vagyis nem jó. De most akkor veszek stabilitást. Egy kis adminért. És aztán pedig veszek a pápától kétszer. Done and done. És már is fenn vagyunk plusz 2-n. Szóval. Közben ezeket is csinálni kéne. Ups. Mit akartam megnézni? Várjatok, valami küldetéses dolog volt. Tudom, a hitvédelmezője. A hitvédelmezője jelenleg 4-es szinten van, és 50 kell ahhoz, hogy 50 katolikus ország kell ahhoz, hogy 5-ös szintre felmenjen. Az nem tűnik lehetetlennek, főleg, hogy mindig a háborúban megkérjük, hogy legyenek katolikusok. Missionary plusz 1, Moral of Armies plusz 5, Moral of Navies plusz 5, Monthly War Resolution minusz 0.03, Yearly Prestige plusz 1, Paper Influence plusz 1, Missionary Maintenance Cost minusz 20%, Manpower in True Faith plusz 20%. Ez nem rossz. Régen ez ugye azzal is járt, hogy drágábban vettél teket, de lehet, hogy azt már nem csinálja. Vende ezt kitte. Ő egy fantasztikus diplomata. Mondjuk, az most jó jönne? Adjad azt a fantasztikus diplomatádat. Hol vagy, Vendel? Itt vagy. Olcsó és nem ráz, meg stb. Sőt, el lehet küldeni tovább képzésre is, mert értek, olcsó. 6 National Focus, igen, diplórilés, ja, igen, tudok róla. Viszont így felgyorsul akkor az integrálás is, 36, tehát már csak 10 év, ami így is sok, de legyen. Visszatérve a hitvédelmezőjére, annyi csak a baj vele, hogyha megtámadnak bármilyen katolikus országot, nem katolikusok, akkor nekem be kell menni megvédeni. Szóval, ja, ez annyira nem király. De végül is, kit érdekel? Mondhatnám azt is kicsit csúnyábban. Most ugye tele vagyok, meg kellett növelni megint a... Vagy meg kellett hosszabbítani hitelemet. Tehát tele vagyok pénzzel. Azzal nem, de tele vagyok monök pointokkal, ami többet ér, mint a pénz. Úgyhogy lehet, hogy itt meg kéne nézni ezeket a monök pointot elváró küldetéseket is. Miközben szorítom vissza itt a rendeket. Church, Perm, Stettin. Legyen Stettin. Stettinben egy kis építkezés. Trade depó, tehát igazából az csak egy fejlesztés. Hogy vannak ezek a küldetések? Tehát
Most nézzük felülről lefelé. Ja igen, ezek ilyen területfoglalósak, ezek nem fognak menni egy jó darabig, amíg itt, értitek? Most a Land of Prussia az mindent megfog. Pedig szerintem ezek is már meglennének. Ez is meglenne. Ez nem, de... Meg ez sem. De a többi meglenne. Kamon vesz előbb-utóbb össze kell rúgni a port, nem nagyon van más választás. Illetve amint majd átmegyünk, amint megkronázzák a királyt, a Karlt, akkor majd a hitvédelmezője leszek. Ez nem kapcsolódik az előző gondolathoz, de gondoltam, megosztom veletek a terveimet. Szóval, küldetések. Peasant's Agenda. Tizon provinces, one of the following must be true. Green gain, livestock fish. Oké. Okay. És legyen manufaktúra. Manufaktúrákat kell építeni ezekre a helyekre. Ahol green livestock vagy fish van. Mondjuk a Dakkeváron már túl vagyunk. Áres csökkentés az persze tök jó. Industrialization, vagy industrialize, ez most nyílt meg a Koppaberggel együtt. Dallaskogent, Beslagent, Wormlanden és Nerkét kéne a base production-t megnövelni ezeken a helyeken. És ezek hol vannak? Ezeken a környéken. Szerencsére itt, ugye be van adva ez az edict, a local development cost csökkentés. Az egyiknél már megvan. Ötnek kell lennie. Igazából ezt lehet most meg tudjuk csinálni. Kicsit necces. De pont megvan. Nem jött le. Akkor valószínűleg nincs meg. Valamelyik még hiányzik. De melyik? Ja, legyenek építkezve dolgok. Aha. Szerencsére azt is meg tudom csinálni. Ilyen workshop kell. Tessék. Megépítjük őket, nagyon jó lesz. És akkor haladunk előre a rögös úton. Forest expansion, every forest. Na ez viszont egy vicces küldetés. De ez csak a mi régiónkra vonatkozik? Mert az nem olyan gáz, hogyha csak a mi régiónkra. Every forest and woods province in Scandinavia owned by Sweden at least 6 development. Tehát legalább 6 developmentnek kell lennie az összes területtel, ami most ki van jelölve. Úgyhogy nagyon nehezen látszik. De itt azért... De mondjuk úgyis meg tudjuk nézni, és talán kicsit jobb is, hogy ezzel a nézettel. Tehát forest és wood is számít? Vagy csak forest? Forest és wood. Tehát minden, ami sötét zöld, vagy közepesen zöld. Legalább 6 development. Innen hiányzik. 1, 2. Innen hiányzik még 3. Ja. És akkor az északi területekről még nem is beszéltünk, amik jellemzően el vannak maradva. Mondjuk elég közel van mindegyik, 5-ösön van a legtöbb. És 6-nak kell lennie? 6. Nem érződik annyira lehetetlennek. Jobban belegondolva. Főleg mert mindegy, hogy milyen development, mindegy, hogy milyen pont, tehát akár military pontot is dobhatunk rá, vagy admin pontot. Teljesen mindegy. Mondjuk most a diplópontomat jól elvertem. Rávertem a segélyre a diplópontjaimnak. Ezt csak el kell küldeni még egy tovább képzésre, hogy hozza be a jó sok pontot. Még így is plusz 52 a bevételem. Küldjünk el a legmagasabb szintre. 35 éves, csak sokáig élnem. 13-25 bekerül. Az elég jó ár egyébként, értem. És akkor így a diplom miatt talán nem kell aggódni. Amúgy kicsit kell, úgy látom, de nem rendben lesz. De az admint azt tudom költeni, és tudom költeni a militarit is. Tudom, hogy a militarit nem kéne költeni. Mert dolgok. Várjatok. Most túl sok minden történik. Barokzenét támogatom-e? Fakott barokzene. Coventry, térítés, oké. Okay. Workshop elkészül, akkor az egy küldetés is fog jelenteni. Le kell vennem például innen ezt az edictet, mert most erre nincs szükség. Trust your neighbor, state maintenance, kiváló. De figyelj már. Oké, most készült a Bergslageni workshop.
És most van meg a nincs meg a küldetés. Mit, mi hiány? Egyszer kéne domásra elolvasni ezeket a küldetéseket. Manufaktúra is kell. God damn! Ez egyre kevésbé éri meg. Egyre rosszabb ez a deal. Mert egy manufaktúra már viszont 500-ba kerül. Konkrétan most belőlök még 2000-et. És a végén majd ad egy ilyet, hogy plusz 5% trade of fusion, vagy ami hasonló hülyeség. Oh, hello! Hello, Mr. 900 arany. Pont téged vártalak. Így majdnem meg tudom építeni. Captainünk meghalt. Land maintenance volt, igaz? Mert az rossz hír. A Captain az land maintenance-et csinál. Ah, van egy másik. Akkor igazából se bú, se kár. Viszont én nekem most vennem a fókuszt. Annyira is, hogy... Már csak leveszem, és akkor legyen 9911. Ez így jó, ez a balanszos dolog. De hogy militarival meg közben tele vagyunk, militari pontokkal. Úgyhogy megvettem a tech olcsósítást. Oké. Oké. Milyen küldetések vannak még, amivel esetleg tudok haladni időközben? Construction trade posts. Ez kész. Monopolize the Balkan. Ez kész lehet, amint ez az industrializáció megvan. De az még nincs meg, amíg nem tudom megépíteni a... Még egy manufaktúra kimaradt talán Bergslagenben? Lenteft? Na most srácok. Chill your tits. Kicsit necces lesz, de elvileg még mindig mindenki nyugis. Még mindig mindenki nyugodt dolgokkal kapcsolatban. Colonial Ambition azt hagyjuk, Forest Expansion volt róla szó, Reform the Military, ez az kell, hogy a Miltek 19 legyen, oké? Okay. Finno-Swedish Relation, ezeket a területeket kell felfejleszteni, 10 developmentre. Na, nehezen látni, de a lényeg, hogy a finn kultúrájú területeket kell felfejleszteni, és Nillannak legyen összesen 15 developmentje. Egy területnek? Egy területre gondolsz Nyiland alatt? Birkaland. Haha, Birka. Azt tudom, hol van Nyiland. Ah, itt van Nyiland. Az most 6-on áll. Oké. Okay. Én mindent értek. Közben egyetemeket is kéne építenem. Tudok viszont pénzt kérni a pápától. The coach show-n. Úgyhogy let's do that. 3-as a stabilitásom? Ja igen, tényleg felvittem. Tudok még kérni... Hát, egy kis merkantilizmust végül is. Jó, kérek egy kis merkantilizmust, tessék. Magasítani is kéne pluszban. Ugye ezek amúgy nincsenek is hozzáadva, mint state. Pedig hát legalább Derbyt hozzá kéne. Ezzel túl leszünk a governing capacity-n. Igen, tudom. Hallottam róla, hogy ez gond lehet. Ez van. Tudjuk csökkenteni a autonómiát? Nem. Viszont tudnánk növelni a admin kapacitást. Jó, úgy látom, hogy nem drágul ténylegesen, amíg el nem éri azt a 100-as értéket. Ezt pár részszel ezelőtt néztük. Hát most gyakorlatilag ingyen nyomogathatom egy darabig. Wales-ből is csinálunk akkor olyat? Jó, Wales is az lett, tessék. Wales nagyon szagyszerű hely. Mikor nő már fel az öcsi? 11. Ugh. 15 évesen nő fel talán, azt hiszem. 15 itt és 16 a CK3-ban. Ami egy érdekes koncepció, de legyen. Hogy áll a... Integrálás, 36 áprilisa még mindig. Nem vettem én fel egy embert, hogy meggyorsítsa? Vagy igazából nem gyorsította meg annyira. Vagy már meggyorsítás után láttam, hogy 36. Ezek mind benne vannak a pakliban. Visszatérünk a küldetésekre. Ugye most nem nagyon kéne például admin... Diplót biztos, hogy nem kéne költeni, mert diplóból kicsit le vagyunk maradva.
De admint és akár militarit is lehetne, főleg, hogy most kapok ingyen 50 military pontot. Damn son, hát köszi. Ez az erdőknek a fejlesztése. Én ezt én elkezdem délről haladva, tehát legalább 6-nak kell lenni. Ahol nincs, oda dobok egy... ahol mondjuk egy hiányzik. Nézzük meg azt, ahol egy hiányzik, oda dobok egy militarit. Ez picit olcsóbb lenne, hogyha, vagy kicsit spórolnánk, hogyha mindig előtte kiválasztanám azt, hogy jó, akkor te itt development fejlesztés, csak el fogom felejteni. És végül is pénzt pazarlunk vele. El fogom felejteni deaktiválni. Ezek rendben vannak, ugye ezeket most csináltam meg. Ja, még a manufaktúrát gyorsan meg kell ide építeni. Nerkébe? Igaz, ott nincsen még, ahova kéne. Fegyvermanufaktúra. Ugye az volt? Nerke. Igen. Oké. Okay. Hajrá. Hasseland, az megvan, Jemtlandben nincs. Viszont ott nem tudom a militarit növelni. Ott akkor muszáj leszek adminnal, hogy meglegyen a had. Lapland, hát ez a baj, ezeken a helyeken is egy hiányzik, de azt adminból kell pótolni. Mert a militariból már pótoltam. Figyeljetek, elköltöm az asztus admin pontot. Igen, erre emlékszem, itt végig kattingattam, hogy legalább annyival haladjunk. És ennyi. Hát jó, ennyit tudtam csinálni. Még azért hiányzik némi admin pont ebből, vagy dipló, vagy akármi is. Még azt tudnám az amúgy a dipló pont bevég... Az admin pontom, hogy nem gond, mert ha trónra kerül a király, akkor ő sok admin pontot hoz magával. De akkor meg a diplóból lesz kevesebb. De az admin még tudom növelni azzal, hogy mondjuk a tanácsadót elküldöm tovább képzésre. Jó lenne teljesíteni ezt a iparosítási küldetést egyébként, lehetőleg hamarabb, most már, hogy eddig nem csináltam semmit vele. Van-e még valami küldetés, ami esetleg nem következik a többiekből? Nincs. Nincs. Mindent megbeszéltünk. Ez el fog készülni, amint az építkezések elkészülnek. Sajnos a manufaktúra ugye borzasztó sokáig épül, de mindig 1000 nap van hátra, szóval ja, az nem mostanában lesz, de szépen lassan készülget. Annyit lehet, hogy itt a Nilandi területre egyébként ráadhatunk egy ediktet, egy Inkaris developmentet, mert itt ugye több fejlesztés is kell, magát Nilandot fel kell majd húzni 15-re egyszer csak. Birkalandba kell majd pont, egy pont, Tavasztalandba egy pont, Szavolaxba egy pont. Karriere nem tartozik oda, oda kettő kéne. Mondjuk oda mehet military. Jó, valóban még mehet military? Ezt meg sem néztem, mert olyan gyorsan feladtam, mert rájöttem, hogy hogyan dolgoztam korábban. Kexholm, Viborg, ezek rendben vannak, kb. Tényleg a Skandinávia. Nem. Ide már mind admin vagy diplóra lesz szükség. Oké. Okay. Ugye annyira nem vagyok rászorulva erre az csoportra, az arisztokratára, ezért is kicsit könnyelműen dobálom itt a pontokat. Az admin pontok, a military pontokat más dolgokra. Ez normál esetben nem így csinálnám, de ez most nem normál eset. Jó. Den Aden Store Man Drunking. Miről beszélsz? Mi a vihar? Úristen, itt az apokalipszis. A sudden storm that has struck the coast of Schleswig and this merchant overrunning dikes and covering the entire North Frisian countryside in water. Nagy izé volt itt, kérem szépen. Megjött a vihar. És akkor most Schleswig veszít két manpowert, két taxet, base taxet. Devastation és Dithmarschenre ugyanez. Szerencsére Dithmarschen nem hozzám tartozik. De Schleswig igen. Oh no. Lement 7-re és 100% a Devastation. Jó ég. Azért az kemény. 36-ban lesz elvileg elég pont. De akkor meg lesz. Akkor nem kell miatt aggódni. Mert addig még olcsósodni is fog. Most van egy plusz 35% rajta. Szóval oké. Okay. Nem fogunk lemaradni tagből. Ez a lényeg.
És amint azt megveszem, utána jöhetünk továbbfejleszteni itt a vidéket. Nagyon jó lesz. Addig teljesen fölöslegesen van itt ez beadva, de mindegy. Valamennyit fizetünk rá. Valószínűleg sokat. Többet, mint szeretném, maradjunk annyiban. Ha az anektálás elkészül, akkor ugye a diplopontok is felszabadulnak. Most már azt mondja, hogy... Még mindig ugyanazt mondja, hogy 36 január. De az már csak 5 év. A békével Mizu? Ide már nem gondoltam. 36 szintén, 36 szeptember. Akkor tudunk menni Nagy-Britanniáért. Valószínűleg nem fogok tudni mindent elfoglalni. Úgyhogy azt fogjuk csinálni, hogy mondjuk Oxfordot meghagyjuk neki fővárosának. És minden mást elkérek, ami ott van. Tehát például Molgácet nem, nyugodtan menjen csak gyarmatosítson, hajrá! Oh, British Molukka. Ja, neki itt elég komoly gyarmatai vannak Molukkában, és ha ezeket elvenném tőle? Az nekem egy küldetést adna, vagy valószínűleg az csak az új világra vonatkoznak azok a küldetések, jobban belegondolva. Pedig mekkora poén lenne. Mi az hatalmas ország? Javapai. Elég jól állnak, 18-18-17. Én vagyok ugye... 18-18-18? Teljesen jól állnak a srácok. Pápai befolyás növekedett. Igen, ezt ismerjük, ezt a mesét. És addig kell ezeket megvenni, amíg olcsó. Amint meghal a pápa, új pápa kontroller lesz, és akkor... valószínűleg az már nem én leszek. És ő választ egy új ilyen bullát, egy aranybullát, és az valószínűleg nem ez lesz. Sose látom, hogy ezt az apostoli készer vitutiszt választaná. De lehet, hogy csak én nem figyelek eléggé. Mennyi van még hátra neki? 63 éves, hát... Ja, nem sok valószínűleg. Az a tippem. Elfejtettem, hogy van adósságom. Fizessük már ezt vissza, Plash. Pont amúgy aktuális is lett volna. És akkor építhetek, szépíthetek, fejleszthetek projekteket. Amik közül még mindig azt hiszem, hogy csak a ez éri meg. A téli palota. Még jobban nőne az Institution. Itt ezen a területen is, és magában tehát a provincián, és magában a... Ez provinciának számít? Vagy ez a provincia. Szóval a kis meg a nagy egységben is. Ami az a globális, az pedig az, hogy... Hát a globális nem sokat változik. Reform Progress Growth plusz 20%, ennyi. Anélkül amúgy túl lehet élni az életet. Főleg, hogy most van 1632, és igazából már csak 2 tír van hátra. Az abszolutizmusról szóló, meg a hatalmi ágak szétválasztásáról szóló. És az érdekel valakit, az megint más kérdés, de hogy igen, ez a helyzet. Most már ezt nem veszem meg, ezt az ideát. Bár növeli az abszolutizmust, ami amúgy így is nagyon szépen növekszik, plusz 52-n vagyok. Disziplinánál már 2.6, csak innen, tehát összesen 117.6. Swedish Steel, Full Quality, Aspirity the Core. Ja. Ja. Elkészült az első manufaktúra 3-ból. Készüljön a többi is. Nagyon szépen beálltak ezek a területek. Majd lehet ellátogatunk ide is. De Moszkva megszűnt, szóval az király. Viszont azt nézem, hogy láthatóvá vált Ázsia. Dai Viet erős. India elkezdett konszolidálódni. Négy nagy hatalom küzd. Delhi, Malwa, Bengál és Vijayanagar. Brunei, Malakka. Japán egyesült, Korea kitámadott, és Ming összeomlott. Ah, ez mindig olyan öröm. Az mindig olyan szép, mikor a Ming összeomlik. Na, csak megveszem ezt a Local Nobility-t, mert hogy ki vagyunk maximum military pont ügyileg. Bőven elég lesz. És nem sokára vége a régenségnek, és akkor mi lehetünk a hitvédelmező. Jaj, nagyon jó lesz. Duplán gyorsan csinálhatunk, duplán gyorsan tudunk téríteni, meg hasonlók, mert hogy két térítőt tudunk kiküldeni, talán még fel is gyorsul, kiváló lesz, és viszont a következő részre fog erre sor kerülni. Köszönöm a figyelmet, találkozunk akkor, sziasztok!